X-meccse. Amint, hogy 50 ezer igazából a tét. Nyilván, hogyha Magnum veszít, akkor Gregory adni ki 50 ezeret. Hogyha Gregory nyer, akkor Magnum visszaadja a 20 ezeret, megad még 50 ezeret. Amit a kicsit félek. Bár Shadowról van szó, szóval őt azért meg kell tudni verni. Vagy baszki, én is akarok ivós memelt valamikor. Várjatok, csak tudjátok, mikor kéne ivós memel? Hazaérünk Izlandról, 16. a hétvége. Azt kéne. Azt kéne amúgy. Starbucks? Mondjuk ma én most legalább egy 4 napig nem akarok alkoholt látni. Tényleg, legalább egy 4 napig. Most én mostanában vagy, én nem tudom, mostanában is kívánom annyira a piát, mert annyit ittunk, hogy fú. Már nem esik olyan jól, mint annó. Nem esik olyan jól, mint annó, sajnos. Most mi az Isten van? A csét indítottam el véletlen, hogy hülye vagyok, keci. Mi a fasz? Jó, látom, igen, bocsi, egy kicsit fáradt vagyok. Mi a fasz van? Haló? Na. Haló? Na végre. Azt hittem meghalt a gépem. Elmentek a hang. Nincs is hang igazából, szóval. Zsacséra, azt kérem még. 12 éves korom, az tavaly volt. Tavaly volt. Konkrétan. Durva, hogy telik az idő. Gondolom, hogy jövőre lesz 4, vagy hát áprilisben lesz 4 éve. 4 éve, hogy fulltime streamer vagyok. Geci. Ez nagyon kemény. Iszak mondja egy Millert? Majd ne írjatok ilyeneket, nem? Az, hogy ez, ha valaki iszik, akkor hát ez ilyen társasági dolog. Még nem, én biztosan nincs az Istenem a bármilyen szintű, a bármilyen féle alkalmat fél. Nincs is itthon szerencsére most semmilyen tömény, fiám. Ez nagyon ritka, de nincs, úgyhogy... Maradjon is így. Igazából ezt tudom mondani. Aztán go. Ricky Magnum, húha. Ja, igen, itt vagyunk. Ez az új asszonyverős szett, csak mondanám chat, az új asszonyverős szett. Mit szóltok? És szolid. Dominik nem tudja, hogy itt van egy értékelje. Dominik, igen, most a keveset látom. El van tűnve, elfoglalt. Szalagavatója volt. Jézusom. Mellényes szetted jobb lett volna? Amúgy azt nem mentettem el szerintem. Nem mentettem el a mellényes szetted. Amúgy az nagy szett pedig. Tuti nem mentettem el. Elfejtem ezeket megcsinálni. De amúgy az nem banyol volt igazából, az csak ez, és átvettem a... Átszíneztem igazából, szóval... Ja, de mehet megcsinálni akkor az gyorsan. Talán most amúgy leszállítottak a fegyvereket nekünk, mert... ja, baj van. Mellényes szett olyan jó lett volna. Nekem annyi nem jött be, nem tudom, hogy olyan volt Magnum, mint egy kis komornyik, nem? Vagy csak szerintem? Én úgy vettem, hogy amíg ez is kicsit olyan. Korona, a korona az finom amúgy. Korona szerintem azon is baj. Hullos szett volt, azt mondjád? Hát jó, akkor felveszem. Milyen fegyverrel menjünk? Kéne CN-t eladni amúgy leginkább, az a helyzet.
Adi van ez volt a csengő, ez kurva jó az a csengő hangom, vagy ez kurva jó volt a zene, amit előbb hallgatunk. Ez új kedvenc zeném amúgy ez az előbb, ez itt. Nem tudom, hogy miért tetszik ennyire, de nagyon tetszik amúgy. Még egy kicsit gyorsabb lehetne. Annyira vagyok a lassú zenéknek a híve. De amúgy azon kívül fullos. Nem tudom, hogy van-e bárki amúgy fent a frakiból. Fogalmam sincs, Levi amúgy. Fogalmam sincs. Nem is beszéltünk vele, nyilván a két hete IC, szóval... Halló? 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 Mi a pálya? Jó. Nem fasza. Húha. Ez Schengnek az Urusza, ez kemény, kemény masina amúgy, full tuningos Urus izével, nitróval, ez nagyon megy. Mondj most a Ford GT-m, nem tudom ki nézte az Easy Streamet, az a Ford GT, az most nagyon kemény lett. Azt a kurva, az Urus is nagyon kemény, mit megy? Jó ég! Nincs event, nincs event, nem tudom ki nézte Easy Streamet, csak tudja. Nem? Gondolom mindenki nézi. Hát ez nagyon kemény. Jó, mi a fasz ez? Ez mi? 260-nal megy. Ez nem normális. Easy nem streamelt. Ja, hát nincs event, mert ugye nyilván kikrasselgeted a szeró és vissza lett izelve. Majd csak elmegyünk a Ford GT-mért. Az egy szár feltörő. Én elmegyek, veszek. Nem, itt be van most házni kocsi. Hol vagy? Gyere ide be a konyhába, oda. Hát ámbussal szemben ott a parkoló, ki tudsz venni autót. Jaj, van garázsunk. Kiveszik a Fordot. Elmegyünk, átöltözünk. Hogy semmi értetlen nincs már őszintén. Úgy voltam valami, csak akarok stream. Nem már. Megoldva. Time to die feladva, vagy ez full tuningos, azt nehéz belőni úgy. Ez tényleg kemény. Ez is kemény, de az Urus ez még durvább volt amúgy. Ez nagyon visszajök marad olyan autókkal, amik nincs izék. Most ebben van motor, már turbó. Ez első turingos autón konkrétan a szerveren így 14 hónap után, az a kemény. Úgyhogy egy karakterem volt végig, szóval... Nem tudom, mindig úgy voltam vele, hogy turing nélkül is el tudok menekülni, szóval... Annyira nem... Nem baj, ha nincs. Most egy kicsit így bútolok chat, hogy mit akartam csinálni. Jó, volt egy két ötletem, de most nem nagyon jutnak eszembe. Még bútolás alatt vagyok. Most! Üdvözlöm, minden rendben! Szép jó napot! Nem, szerintem volt stroke-ot kapott. Most! Ha-ho! Hát nem tudom. Hát kiszállt pisilni. Jó, akkor sok sikert. Köszönjük. Üdvözlet. Azt hiszem engem üldöznek. Csak nem jönnek rá. Ó, most kell fejni Stázit, hogy megfegyegessék a képpel. Mit szóltok? Nagy ötlet szerintem. Ó, nagy ötlet. Üdv. Van egy ilyen képem. Kíváncsiak arra a reakcióra. Pedig azt hittem, hogy láttam, amikor fotózok. De nem hiszem, hogy... Na, hogy is volt, szóval a fehér volt az ing. Így. Felső... Ez volt. Megmondom, hogy... Ez volt a felső. Nadrág meg így. Ez volt a szett, ugye? Így. Meg a nyakkendő. Az, hogy mindig eltűnik a póló, ez nem valamilyen amúgy. Ez zavartam, hogy mindig amikor izé, mivel az eventtel tolva lesz, vagy tolva van, mert igazából bugos volt sajnos sok helyen, szóval tolva van. Igazából annyi kell róla tudni. Ö...
Milyen színű nyakkendő illik el, se fekete? Te ki van írva, hogy miért maradt el az event? Vagy ez ki van írva? Amúgy valóban én sem figyeltem, hogy őszinte legyek. DC-re ki lehet? Ja jó, hát akkor ki van egyébként DC-em. Ja, látom, doktor le kiírta, ja. Azért csak visszaír. Van ilyen képem kérdőjel? Minusz kérdőjel, nyilván írni se tudok amúgy. Emig ambushoz. Csak kéne valamit lopni ma, vagy valami ilyesmit csinálni, hogy most olyan rég volt egy ilyen jó igazi lopás, ugye, volt van menő, hogy fasz a tervünk. Kivitelezzük. Fasza minden. Hát a GTA-tal együtt jönni fog az apokalipszis event, olyan 2030 körül, ja. Durvan, hogy mennyit szövejlődött a szerver amúgy egy év alatt. Durva, hogy egy évet vártunk rá, hogy meglegyen. Tisztelt Brigád vezető, tisztelet! Az mi a helyzet? Minden jó. Bele mi a pálya? Minden is. Akkor jó. Aha. Hogy mi? Ja, csak most itt SMS-edett egy rendőrrel. Na, hogy? Hát van egy képem arra, hogy C4-et szerel egy izére. Kamionra igazából. Na. Aztán, ja. Csak kéne kérni érte egy kis igenpárt, nem? Hát azt próbálom egyébként, csak most megpróbálja kimagyarázni magát. Én lopni akarok most, olyan rég loptunk egy jó igazán na, izét. Vagyok rá. Össze kell szedni. Ki van itt rádión? Ide jöttek Hambushoz? Vagyunk mi? Szerintem mindenki kb. Gyertek, lopjunk egyet, mit szóltok? Goofy hamaros egy éves, igen, jól mondod. Oké. Okay. Hát majd akkor később, addig ne. Hello. Figyelj csak, tegnap este bezártuk az éttermet. Igen? Ja, mert nem volt kaja. A félvárosba is volt zárva, nem? Hát volt. Mi történt? Hát Murph megint alkotott és elszabadult a T-vírus. Mi zombi járvány? Sikerült visszaszorítani, aha. Az mit jelent? Akkor megszűnt egy időre, vagy mi történt? Hát elvileg igen. Nem tudom, a rendőrök azt mondta, legalábbis az a rendőr, akivel beszéltem, azt mondta, hogy sikerült visszaszorítani, hogy most ez véglegese vagy nem, az nem közölte. De egyelőre nincs baj. Balina? Aha, hello. De hogy az Istenben nézel ki? Depressziós lettél te is, hogy mi történt? Hát igen, hiányzik a rendi. Nem láttam egy hetét. Ja, ezt már izé feketébe járkálsz, hogy elfesel a hajad. Milyen ez után ilyen izé? Vágások a karodon, vagy micsoda? Mi nem? Hát miért? Most nézek ki veszélyes orosznak, nem? Hát, ja, mondjuk kicsit durvában nézek ki, mint eddig, úgyhogy igazából, ja, van benne valami. Eddig voltam ciki, meg cuki, most még már durván vagyok, kemény. 0905. Látnád főnök, hogy tudja riszálni a seggét? Ja, rendinek el nem mondjuk. De nézd, szóltasd. Mondjatok izéket, darkwebeket, mondjatok darkwebeket. 247. 231. 28. Mondjad, nyomja akkor. 28, én mondtam. Jó, engem akkor megjegyzett. Hát, hatodikak vagyunk a várólistán. Mi az, hogy várólistán? Hát igen, most már van ilyen egy ideje. Igen, nagyjából, ja, mondjuk igen, ez kicsit így fos.
Azt a kurványat. Hát ez egy problematikát szülhet. Nem tudom, igazából azt jelenti, hogy vagy a rendőrök épp nem mennek ki rá, vagy gondolom érted, sokan rabolnak. Hát akkor mi lenne, ha csinálunk egy kis drámát? Milyen drámát? Hát mit tudom én, hogy mit tudom én, raboljunk el valaki. Túl drama. Amúgy igen, ez jó ötlet. Akár. Az még működhet is. Hát nem is muszáj rendőrökkel, vigyünk el valakit, akit nem szeretünk. Azt a brigány hagyjon valami. Mit tudom én, valami. Elég stabilnak hangzó a brigádvezető. Hú, igen. Minden oké? Hát őszintén. Szerintem ne rendőrt raboljunk el, mert akkor biztos nem jönnek ki. Hát ne rendőrt raboljunk el, hanem egy civilt, vagy kettőt, vagy hármat. Csináljunk egy bulibuszt, és akkor mindenkit elrabolunk, ami rajta van. Az tényleg jó lenne. Oda csaljuk. Egy bulibusszal elraboljuk őket? Há, igen, tudod, zene, minden, és akkor elmegyünk a gymhez, összeszedjük embereket, mondjuk buli van, aztán a végén átjövődik a Twitteren. Saját maguk esnek csapdába. És még egyébként én hozzátenem, hogy belépődíjat is szednék erre a partizra. Akkor senki jó, nem jönne fel, mert mi mindenki is módszéges nem fizet. De 7-kor indul valami motoros találkozom, miért nem viszünk el valakit onnan? Nem lenne nagyon tróger. Szétbasszuk a motoros tali. Ja, nem ja mondjuk az elég tróger, de az még az eléggé. Ja, ez igaz. Elmennénk a motoros talira. Mehetünk oda is, hát. Csinálunk egy kis tüzet. Hát azért mennyien mennek arra. Nagy galiba, egy ilyen kis galibát csinálnánk. Kis galiba? Amúgy az mehetem úgy. Hát ez mindig... Ugye Boris kéne elrabolni. Akkor a felfordulát csinálunk. Persze. Hát mondjuk be, most nem azt mondod, hogy nagyon trógernék szétbaszni az izé rendezvény, de az most mégis. Akár legyen partibusz, én azt mondom. Jó, hát akkor Polinával kéne hirdetni. Jó, vetkőd már. Nem azért, mert... Most amúgy... Valami gyengébbet vegyél fel. Innen már hova vetkőzzek? Ja, akkor csinálj egy valami posztot. Honnan lesz buszunk? Hát ezt majd elintézem. Híred a bírálni. Akkor te meg csinálj egy Twitter. Nekem mi lehet igazban az étén? Igen, de ne Palina éve, hanem valami új csaj lenni, úgy se ismernek fel így. Persze, nem. Intézem a buszt. Furcsát, még azt sem tudom, merre vagyok arccal. Mert csak fáradt vagyok inkább. Van bármi fontos backstory, hogy történik, amit... Hogyne, fél, amúgy én kurva sok minden történt amúgy egy hétben, amúgy összességében. Tényleg, szerintem eléggé tartalmas volt a hét. Bár még én nem streameltem túl sokat, Szóval nem tudom, talán tegnap előtt volt egy 5-6 óra stream, ezt még megéri visszanézni szerintem, de amúgy nem nagyon, meg kedden volt még 6 óra, szóval igazából kell mennyit szívem, de a héten. Kedd meg szerda, nem? Ja, kedd szerda, csütörök minden kimarad, mert szombat vasárnap, szóval 4 stream összehétem. Mondjuk ahogy látom, most annyira meg van borulva mindenki kicsit, vagy nem tudom. Szombat az általában mindig ilyen dögebb nap amúgy, mint egy szarabb általában összességében, szóval... Lopást az mehetett volna amúgy. Ja, meg Musse meg eltört az ujját. Ujjait, nem tudom. Úgyhogy ő most nem tudom mennyit lesz Markusszal, vagy nem tudom mennyire egy új törés, mennyire... Mondjuk hát eltörött ujja nehezen tud, nem játszol, nem? Attól függ, melyik tört el, mondjuk. Ezt nézegettem. Az egeret tudod fogni egy eltörött ujja, nem? Az év kérdése. Hát a VHS, de hát... Van ennek eltört már az ujja chat és úgy játszott? Nekem még konkrét nem tölt el soha semmi, egyszer tesómnak eltörtem az ujját. De próbáljam ki gyorsan, hogy várjátok, hogy gyors kell, hát... Mész, elharapja gyorsan ujjam. Lehet nekem már voltatok, hogy sima? Hónapon volt, láttam Napóleont. És nekem kinda tetszett. A Napóleont, ez valami film? Vagy visszamentél a múltba? Farkész? Farkész vagy? Törött kézzel játszott? Hát ez sima. Mutató ujjam vágtam félbe. Félbe? Azt kiparral, nekem anyukám, apukám vágta le így egyszer az ujjának a tetejét. Valamit vágott, aztán hogy tört el, ráesett valami, nem tudom milyen több száz kilós darab. Jött az autóban a másik oldalt, bocsánat, kicsit szét vagy csúszva, de az a durva, hogy ma, mikor Benzi elkezdtünk Fortnite-ozni, sokkal rosszabb hangzott, mint én.
Úgyhogy legalább ez bíztat. Ez bíztat abban, hogy zombi apokalipszis lesz, nagy zombi apokalipszis, jajajaj, csak kicsit csúszik. Kicsit csúszik. Uha, mi lehet ennek a partibusznak a leívója? P-busz? P-busz szerintem a... Na, hát gyors megkeresem, pillanatot kérek. Range, MP, Cars. Árat emelnek a fodrászomnál? Áteszem műszemet. Beszapassanak már. Minden, micsoda infláció amúgy. Fú. Jézusom, azért most ez kicsit rablás lesz azért. Hát ez kemény. Azt a kurva. Keresem ezt a buszt, amit le akarok hívni, csak nem tudom mennyire jó ötlet egyébként. Hetente járok oda, hát most már lehet, hogy meggondolom, hogy a kicsit lehet két hetente fogok. Jó, mondjuk nyilván akkor nem, de... NF Bingo, kösz a 30 óra van, kösz szépen Bingo, köszi szépen! Mennyire legyek, hajad, hát ez... Titok, titok. Milyen egyet nyertem, egy ilyen 10-10 Prime-ot nyertél. Túlságosan drágán. Na majd berédeljük a fodrászon, de szokott streamelni, képzeljétek. Hát kapunk valami kedvezményt. Nem találom ezt a buszt, várjatok. Nyilván nem. Turbusz, nem azt keressük, mert a busz. Nem találom amúgy sehol. P-busz 2? Csak P-busz. Köszi szépen. Köszi magát. P-busz 2. Na ez! Ezt keressük. Csak ezzel egyetlen probléma, hogy elég nehéz közlekedni a városba. Mert van egy 10 méteres koponya a tetején, ami leszakadítom mindegyikbe. Milyen változat? Fogalmam sincs. Mindjárt megmondom neked. Ez nem wire lesz, ez egy sima egér. Szóval kábeles egér igazából. Megosztom a buszt. Mi ez a bonyó itt, baszki? Mi van, lúzer? Mit csináltok itt? Balhézgattok? Nem. Kaját jöttünk venni, ez belénk kötött. Jaj, kötött. Azt mondta, igen, aztán nem. Hogy ostorra ütötte. Mit? Milyen os? Kit ütöttek ostorra, Sadi? Ja. Eljöttek a party buszunkra? Partibusz? Ja, de hogy fizetős? Hogy lenne az? Persze, nektek ingyenes, elintézzük nektek. Okosba. Jó van. Én meg kaját is kaptok. Ez ingyen kaja. A bocsátot kértek most tőlem. Ja, meg Polinától is kérjétek bocsánatot. Ez miért? Mi a már csúnyán néztetek, hogy ő itt a csaj. Én vagyok. Hagyjatok bulikázni velünk? Pét. Hát, meg kell kérdezni. Ne iragassunk rasszista megjegyzéseket a csetemre. Kiskorú vagy, mi van? Papa szétel, ami bezárták a börtönmeccset, tehát ezt nem hiszem el. Ja, tudjuk ám. Hát ez... Nem akartam már inni. És hogy mondta, hogy el most bevonulok egy 8-10, másfél évre, 8-10 óra másfél évre. És nagyon keményem úgy, hogy vannak emberek, akik ilyen TikTok videókat csinálják, hogy free papa szita, meg ilyenek. Hát én értem, hogy valaki szimpatikus, meg ilyenek, de hát én nem akarok semmi rosszat mondani, de azt nem véltem, hogy valakit két hónap alatt kétszer köröznek, tehát hogy valahogy itt nem áll össze nekem a dolog, hogy lehet, hogy jó embernek tünteti fel magát, de valahogy egy átlagos embert, aki mondjuk, értitek, jó ember, meg ilyenek nem köröznek általában kétszer, két hónap alatt. Szóval, igen. Meg hát éppen kéne szerintem nem először ül Beribe, de hát nyilván mondjuk lehet, hogy tengelyen fó régi, ugye azt már megbánta, meg megváltozott, szóval. Ja. Hát, nyomi, mi? Miből bújjunk el? Mitől bújjunk el? Rendőrök? Ja. Nem. Szia, Magdó! Üdvözlöm, Günther! Befizette már a perköltség díját? Persze. Igen? Igen, láttam. Úgy nézek ki, hogy nem fizette be, Günther. Hát, amikor nem van magán ilyen orvosi kesztyű, mint...
Le maga jött el, a WC eldugulás miatt érkezett? Mert el van dugulva a WC-nk, aztán... Nem, nem, Márkus, akkor nem maga jött aki? Mert hívtunk egy igazából egy ilyen, hogy is hívják, ez dugulás elhárítót. Aztán mondta, hogy küldenek valakit, de azt hittem azért érkezett. Nem, csak még a tegnapi napját volt állam. Igen, mert mi történt tegnap? Testüreg vizsgálatot tartott végre? Gyere, verém, hát persze, meg új ezt a pideki. Nos, akkor hogyha rendezte a tartozását, akkor... Eldönt majd, de utána kérdezek, de nem hiszek magának az a helyre. Nekem nem hinne, mikor hazudtam én magának, bármikor is. Hát azt mondjuk nem tudom, mikor hazudott, de azt el tudom mondani, hogy amikor utoljára láttam, annak érdekében, hogy ne kelljen ezt a perköltséget kifizetnie, hát egy CD-t tartott a kezébe. Á, szerintem valami félreértés lehetett igazából. Aha, tehát akkor nem mondta azt, hogy vissza, vissza, baba van állva, vissza. Nem lehet, hogy álmodott. Be van állva Günther. Én nem. Jó, én nem, na, nem rémlékezem, több, miről beszél. Nem annyira. És maga? Nem szívott valamit? Menjünk valahol akkor. Szoktam. Na hát akkor ide inkább magát. Lehetem, hogy ezzel van a probléma, igen. Lehet magának. Meghívom egy ilyen menüre, mit szól. Elköszönöm, most vásároltak meg. Megvettétek a parkécivel, úgyhogy. Nem még. Mi a dadogi? Olyan partibusz, hogy mi lesz, mondták. Ja, igen, innen indul a partibusz. Jó, várom, arra várok. Ja, ha még nem lopták el, még nem lopták el. Úristen, de csúnya ez ember Twitteren. Mert összeír a két autó, az le fog sérülni, mind a kettő. Hát az a baj, nekem le fog esni a tete, így is úgyis, mert még egy keresztezőrés, ha van egy lámpa, az ledurran a teteje. Há. Szóval ez... Úristen, nagyon... Hogy néz ki Mörfe? Ezt nézzétek, hogy... Nagyon csúnya. Azt a kurva. Hogy néz ki a füle? Fú. Önök benne leccel a képbe? Mi? Milyen kép? Nem. Bocsi, lehet enni? Persze, hogy ne. Magnum itt izé multitaskinggal. Túlzdramát szervezünk. Kiszolgálunk. Kérnék szépen 6 menüt, mindegy milyen. Jó. Nem tudom, az a kép mit jelent, amúgy őszintelek. Parancsol érintelel is ott van a pulton. Érintettem. Kösz szépen, császtok, csau. Köszi, hello. Szeba. Így van, chat, SF partnerek lettünk, pokcsem a mai naptól. Vagyis nem a mai naptól, de héten már SF partnerek lettünk, és ma lesz első SF stream, úgyhogy kemény lesz. Ajaj, ez fél. Szeba, Márkusz, mi a pálya? Csendes, köszi a tizediket. Egy menüt? Adok neked egy menüt. Balhézi tervezünk, Márkusz, balhézi tervezünk. Próba, 3 perc. De kivel? Így van, mindenkivel. Partibusz szervezünk. Nincsen sárgán golyom, csak sárgánom. Micsoda, SMG golyód? Sárgán golyom. Ez mi ez a kép? Alig látom, ez olyan sötét. Találkozunk még, megérkeztem. Ha nem szeretném megbánni az életed, akkor használd, amit a keszítottan találtál pár napja. A revolvert? Hát azt elvették a rendőrök. Na, kiraktam a hirdetést. Ja, te nézel így ki, hogy a faszomban nézel ki, pupóra. Hát így nézek ki! Ez most a kemény Polina. Utildi, Lildi. Nem, igazából csak depressziós, ő is depressziós, mint a Murph, mert Randy nincs itt igazából. Így van, Randy nincs itt. Hát igen, nincs Randy, azt a depressziós, mert ő is igazából. Megérde, tegnap majdnem meghaltunk, majdnem zombikkal voltunk, az Randy akkor se volt itt. Nem para, nevezd át magad, búval baszott meg. Nem, mi voltam, hogy tegnap Murph elterjesztett valami vírust, vagy mi? Hát elvileg az volt, hogy szétszórták. A Krisztál mondta, hogy szétszórják, és akkor szét is szórták, mert berendeltek minket a mindenkit a rendőrség a katonosságra, és akkor, amikor visszajöttük a városba, már minden le volt itt pusztulva, még zombik járkáltak. Aha, biztató hangzik. Jó hangzik. De elvileg a rendőrök urral lették a helyzetet, aztán most már minden jó. Hát ott adok én is. Jött fel ki erre a partibuszra, amúgy? Rövid volt, Dadogi? Hát, igen, hát a, nem Dadogi, hanem nem, hanem, vagy Dadogi? Mindegy. Dadogi, itt volt Dadogi. Igen, darab... Dadogi itt volt. Az előbb. Itt van. Itt vagyok. Szevasz, Dadogi. Csakú.
Hát egyedül még ő jött. Megényel lesz rabalva. Tarez, köszi a 19. gondolom, köszönöm szépen, nagyon kedves tőled. Tisztelet. Szia, uram! Hát már nem magnom, hogy te kiszolgálom mai nap folyamán. Szia, Nyomi! Ó, figyelj csak! Tudunk majd pénzről beszélni? Persze, majd mondd, hogy mit adok. Tegnap adtam 30-et, az megvan? Igen, azt levontam már belőle. Oksa. Mit adhatok, Billy? Szeretnék kérni, legyen a Magnum kedvencében jó csípősem, 5 darab kávé. Oké. Okay. Ja, tegnap előtt, Gyomi, kézzel idejöttek a rendőrök, és 15 000 dollárért vásároltak kaját. Egy-egy, Oksa. 3 darab rendőr, be voltak rugva, mert valami bánatos sütörtök volt, vagy mi ezt megvettek mindent a hűtőből. Ja, valami ilyes. Hát igen, amúgy. Kávé. Szevasz, englisek. Mindjárt csinálunk valami chat, sorry, hogy be vagyok lassulva, de... Bejött és kérdezte, hogy lehetne esetleg szó kedvezményről, fizetne érte meg minden, így a... Rendőrsznek. Tudom, hogy egyszer írója ajánlatát már visszautasítottad be, hogy utálod őket, mint a szar. Mert írója ajánlata az volt, hogy még ők csak úgy ingyen fognak ingyen fognak itt enni, mi megbaszhatjuk. Tudod, ez a heti 10 000 lenne féláron. Ezt szeretnék. Magnum, én csak azért zavarnálok, hogy most már beszélhetünk arról, amiről múltkor a sportából beszélünk. Jó, benne vagyok igazából. Hamarosan akkor megoldjuk, hogyha az jó. Illet hívnak. Halló? Tisztelet Magnum, Günther vagyok. Megtaláltok a gépjárművét, visszahoztam magának. Ó, nagyon kedves, köszönöm szépen. Ott állt a sarkon? Aha, igen. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Nem bánja, feltételeztek, hogy a magáé, mert a rendszám azt írta, hogy Magnum! Vagy kicsit tudom, mennem kell, sziasztok! Hello! Jó, köszönöm, visel! Mi történik? Hú, nagyon nem vagyok képe, nem baj! Lehet inkább 40 stream kellett volna? Jézus, életedben először jó. Köszönöm, nagyon kedves. Köszönöm, végre valaki. Mi az, hogy életedben először? Életedben először, persze. Na, ne neküljél, mert megöllek. Csak kiengedj. Az igen. Ajjál, popó. Akkor észrevettelek, hogy jelez van, gondolom, hogy visszafizettem Gregorinak a 20 000-et, ugye? Tehát akkor az most... Nem jössz parti buszhozni? Hát kicsit fáradt vagyok most. Elérni. Most fogunk indulni. Visszakaptam egyébként. Nézzetek, visszaadtam. Polina, nem köröznek, nem? Ja, vetkőzni fogok. Magát? Nem, akkor már letartóztatok volna. Persze, ja, azt hittem, hogy köröznek, amire elloptam a pénzt. Akkor már pidíts beled a bankot. Hát ezt majd megnézem. De ne basszíts. Mert ezért hát olyan okirat tartózkodott a gépen, mert ami nem az övé, és mivel hát maga hasonlít a legjobban. Most kivették a csomagtartóval valamit? Ki? Igen. Egy személyigazolványt, ami Brad Bellickhez tartozik, aki elméletleg nem ő, de kiköpött úgy néz ki az úr a személyigazolvány. Én azt Brad nem értem, hölgyem, ott, tehát hogy mernek belenyúlni Magnum úrnak a kocsijába? Ezt én sem értem. Magnumot ismerve lehetett volna rosszabb is. Igen. Hát oké, és viszont a... De alapvetően hát nem is tudtok még, hogy az övé, azt láttok, hogy van egy gépjármű az útnak a... Hát nem. Ez egy lopás. Nem, hát jó, ez de akkor ennyirevel Magnum elvette öntől a személyt. Mert vagy talán nem vette, hát én nem brent. Hamos előtt. Magnum, tudnál azonosítani nekem az urat? Ő itt nem brent belik. Így is van. Akkor miért néz ki úgy? Jó, akkor adja ide azt a személyt, amit adtam magának. Én oda nem mondom, hát ez a Magnumé volt. Mi van? Hogy most mi történik? Adja vissza a személyigazolványt, amit adtam magának, mert az elmondása szerint ez nem a magáé, hiába van a magáé. Hogy most mi történik? Visszaadta, biztos ez. Szarkészemben. Magnum, figyelj már ide. Nézze már meg. Igen? Most ez az úr, ez nem úgy néz ki, mint ez az úr. Hát nem. De most kaj. Na jó, van egy sapkám, hát fölveszem, akkor talán. Így talán, nem? Hát konkrétan ő! Hát mi akart baszakodnak velem? Nem? Semmi hasonlóságot nem látok egy igazából. Egy talán, de hogy ő is ilyen úgy. Szerzi, nem rossz eszem egyébként, szerintem semmi hasonlóság nincs. Szerintem is tök hülyeségeket beszél a hőt. Mi van? De akkor viszont azonosítsa már nekem az urat. Ő itt? Egy kicsit furad, mert várni, hagyom, vessem föl. Xerxes Montgomery. Igen. Az a becses nevem.
De a Xerxes... Hogy írják? A Xerxes úgy van, hogy K-S... K-S, utána pedig... E-R-K-E-X. Ó, igen. Mi van? K-S-D... E-R... Igen. De hát ilyen személy nincs is az nyilvántartásunkban, az alapján, ahogy önök ezt elmondták. Szerintem rosszul betűzi le. Szerintem is. Tehát K-S-E-R... Vége. De hát már ott megbukik a művelet, hogy K-S-E-R. Miért bukna meg a művelet? Mert nincs ilyen személy az adatbázisunkban. Szerintem akkor az adatbázis... Hazudik, uram. Hazudik? Ki én? Vége. Magának kiadott szót, már most bocsánatot kérem. Vissza magát. Ezt hogy érti? Azt, hogy ne legyen egy taplóban. Menj innen. Nem mész? Menj innen. Én is sokat látom a srába itt. Igen. Naponta egyszer eljön. De adagyom, hogy legy fővel, lejtem mindent a parti buszunk. Poszki, ne már. Igazából csak fogjóra kagynunk ejteni mindenkit, aki eljön, de lehet, most a rendőket kéne fogjóra ejteni. Ó. Azért akkor most tényleg, el lettem volna rabolva? Jaj, egy kicsit. Itt komolyan elraboltál volna? Téged nem amúgy. Rabolj kell a rendőröket, mert partibuszra két ember jött eddig. Magnum lesz. A kapitán. Itt van a Spadina. Hát jó, de most szegény darogit raboljuk el. Ilyet bulizni visszük. Hallott főnök, lehet, hogy körbe kéne mennünk, azt összeszedni az emberüket. Ja. Amúgy gyere, van egy jó... Vagy elviszik a rendőröket a partibuszra. Jó, csak meg mi nincs és elviszik a partibuszra. Hallod, Márkusz, oda kéne ossonatok a rendőrök meg, és meg ezért kötözni őket. Aztán felrakjuk őket a partibuszra. Hát gyors, fussatok a boltba, vegyetek. Még úgyis Braddel feltartjuk őket, azt mondja, csak ossonjatok mögéjük, jó? Te Magnum. Igen? Emlékszel még a múltkori ajánlatodra? Ja. Szopjon le a bengős. Mit csináltak? Te úgy gondolták, hogy egy ilyen hülyeséggel 12-en fegyvert fognak rám, mert ez olyan menő hajnal fél egykor. Mert el akartak venni tőle 50 füvet, és azzal a címszóval, hogy én ennek az idiótának a nőjére mozdulok állandóan, aki tudja, hogy foglalkoztak füvel? Persze. Mert tényleg, jaj, is felejtettem, baszki. Ja. Ne! Hallod, Brad, még fel kell tartani egy kicsit őket. Tényleg? Ne pakold már így. Nem bírtam megkötözni. Elmentek, házavadtak. Várjátok csak. Pillanatot kérek. Igen, ti most így... Elkapjátok. Nem is zavarok, én megyek. Ne menj már sehova, hát maradj itt velünk. Hát én leszek a kövi túsz. Nehogy így, ahogy is. De hova mennek? A sikátorba? Bízd már bennünk. Szerintem azt hitték, hogy körbe tudnak menni. Persze. Hogy tőse? Tovább mennék, hát maradjanak itt. Nem már! Nem volna feltartani őket. Ja, őket vittük volna, nem túsznak. Bazd meg, szóval. Én megyek, adiós. Ja, de azért kötem Ponyán gyors hozat van kötet, beállunk meg, megkötözzük, aztán meg elkapjuk őket. Én rádióztam amúgy, nem? Vagy egy rossz rádióra mondtam? Hát rossz rádióztam. Jó bulizást. Na baszki, viszontnak a gond? De, viszontnak a gond van amúgy, baszki, erre elleléptek. Hát akkor csak szegény dadogi lesz a túsz. Figyeljetek, menjünk egy kört a városba, és majd úgyis följönnek az emberek a partibuszra, nem? Ja, a motelnél elmentek. Persze, motelnél, kórháznál, ilyen helyeket, gymhez nem megyünk. Megint megvettem a macskát. Hát nincs, engem csak egy bajom van ezzel a sok túszra, jelentet, hogy akkor csak kurva sokat kell várniuk, értünk, mire a rendőrök kijönnek, meg elintéződik, nem? Persze. Nem kell sok túsz, elég egy komoly túsz. Hát ott a dadogi. Hú, én nagyon komoly vagyok. Hát de ki a faszom fizetne ezért a... Nem, hogy kicsit igaz. Amúgy nem vagytok rokonok nyomival? Én tudsz! Kicsit hasonló. Amúgy Dadogi úgy nézek, mint egy teknős. Most viccen ki olyan arcodban, mint a kibaszott Tini Ninja teknőcöknek. Csak szerintem? Tényleg kicsit Mbappé-s a forma. Jó, hát Mbappé testvére vagyok, persze. Gondolom. Dadogi Mbappé. Igen. Geci. Jó, hát akkor igazából... Nem most az, hogy a saját éttermében elég jaj, hogy elrabolni valakit. Csínót kellett volna elvinni, baszki. Hát ez Csínót, meg mi utána mehetünk, tudjuk, hogy dolgozik. Menjünk egy kört, menjünk a motelhez, ja, menjünk. Ki vezeti? Mi felszállok tetejére? Ezzel? Nem te vezeted, Márkusz? Vezetem én. Most miért zene nincs? De tényleg zene nélkül komoly partibusz. Nem írtak valami ízét? Zenét nyomni ott a pultról?
Hát, én nem. Hát ez még elég nagy probléma. Akkor ez egy csendes, ez egy csendes party busz. Legyél te, Nyomi. Én se tudok zenélni. Az jó, jó party busz, nagyon jó lesz. Igen, úgy tényleg, ez egy jó. Megy a zene, csak nem hallják. Vigyázz! I dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Hát ez még elég veszélyes lesz. Óvatosabban. Magnum, hát meg vagy őrülve. Ki kell kerülni ezeket a szarokat, mert rád esik, ugye az igen, pont így! Baszki! Jól vagytok! Keci! Markus nokkos! Keci dög lett! Ez eddig magulátlantad, baszki! A furva életben. Tudok adni egy nap füveszőgit valamit. Jól vagy, Markus? Nem tudsz kapaszkodni? Szerintem, hogy vagyok? Szerintem. Én úgy látom, hogy... Amúgy belül jobb lehet ülni. Hogy akarsz így bulizni? A faszomba, leszakad a fejem. Menjünk haza a faszba. Faszba. Nem hisz tízé már, Markus. Mi a faszba? Tehát ilyen emberek kertek, az új brigádvezetők legyenek, még nem volt ebben, Markus például, ez többször árult el minket, mint bárki már. Tényleg, majd már fazban. Ja, most ezt visszafakazzuk már. Motelnél jártok? Hát igazából, igazából fél úton tartunk, és a felé, tehát nem tudom, eddig Markus már leesett a buszon, meg Brad is. Nem rádió! Szállj be lentre, Keci, nem hiszem el. Szállj már be! Na végre. Jó, amúgy ez így nem lesz jó, ez itt egy kibaszott jó, alagút. És itt most mit fogunk csinálni? Került. Jobbra, menjen jobbra. Jobbra? Aha, átfér, menjen. Jobbra, ott a sikert adom. Átférünk. Simán. Lefogtad. Jaj. Jó, így már átférünk. Szerintem valamit elhagytatok, nem? Ti már lúzerek, most jó lesz. Keci! Hát ez eddig nagy siker! Ez eddig nagy siker! Eddig jó a party buszunk. Figyelj, most már átférünk, gyertek! Nagy ötlet. Hülyedek be! Azt a kurva Poli nagyok, Desi! Szállj be, Poli, szállj be! Hogy itt is lehet utazni? Hát ez nagyon jó. Hallod azt a hangfalat, nem hagyjuk már. Nem, az, hogy nem férünk még át, még le kell törni, baszki. De nem hiszem el. A DJ pult marad. De van egy DJ pultunk igazából. Na, hát ez pont jó. Ez én nincs zene. Hát ez jó kis partibuszú marad, chat. Mondjuk, amikor ide azt mondtam partibusz, nem pont ilyen buszra gondoltál, mert én simára. Hogy egy busz? Mi 105-es járat? Sima igen. Busz, most már. Hát most a sima busz, a DJ pult a tetején, meg vannak hangszóróink igazából az oldalán. Hát akkor lehet izé zenéni. Van valakik füvé? Minek neked füvé? Adok, aha. Hát úgy be, megütöttem magam. Itt amúgy mindig van valaki, de most már pont nincs, pedig van egy csomó autó. Itt van kettő. Köszik. Hagy szálljak meg, úgyhogy nem ütszál, majd létsz. Jó, jó. Most kiszállok. Jesszi Márkusz. Egy tízesbe be tudod állítani? Hát lehet azt kéne, hogy füstölünk? Igen. De, mert én füstölök. Ja, menjünk el meg a csinóhoz vele. Ja, itt te füstölsz így, javasán elnézést. Igen. Ja. Hát így makulátlan a terv, nem makulátlan a terv. Ez amúgy tényes feló, de már egyel előrébb vagyunk a várólistán legalább. Csak 3,5 óra. A Dadogi itt van még. Itt vagyok, beültem át. Akkor jó. Menjünk el a ízbe, gettóba, szedjünk onnan túszt. A Leroy Ekert amúgy, az jó ötlet, csak megvárjuk a Markus, nem? Ott van valaki hát. Amúgy. Aztán felpofozzunk. És ott hol akarsz átférni? Itt a Markus. Gyere Markus, bemegyünk a gettóba, party busszal. Aztán sárgán golyót, mert lelövök valakit. Melyiket lőjem le? Most sem tudom, ez a Magnum Murph ellentétem mi lesz, mert most ilyen tegnap azért kicsit egymás mellett volt, ugye megint a tárgyalásom, vagy tegnap előtt, bocsánat. De nyilván azért még Magnum haragszik Murph-re, meg gondolom Murph is Magnumra szól. Nem tudom, testvérem, nem tudom, testvérem.
hasonlít aztán, hogy kopom most már képen. Ja, Istenem, hogy amikor fehér volt álljav, akkor az volt a baj. Most nem fehér, most hát, az legalább, a baj. Legalább én nem baszogattalak, hanem most. Nekem meg így tetszik. Bianca, vias Isten, hello. Ki ez a színes autó itt mellettünk? Nem tudom, kérdezik, mennyi akár egy pártizni. Utal se érünk senkit, mennyi 80 a vége. Nézzük meg a Hornist majd. Ott biztos szokták lenni. Mennyit van még ez a szart? Én most a kaja... Azt mondtátok, hogy ilyen izé van, motoros felvonulás. Tényleg, lehet mindenki ott van? Aha. Kövessük őket. És az hol van? Nem itt van én. Van egyáltalán motorotok? Nem, van akkor kicsit nekem is. Nekem nincs, bazd. Veszünk neked, miért kérsz? Van valaki. Egy motor van a hambusnál, egy BF4-szal. Hát hol? Itt vannak a kékek. Hol? Hát, de motorok ott van. Menjünk a motoros találkozóra, amúgy. Hát az 7-kor kezdődött. Hamarosan vége lesz. Hanem, ne, csak nem, hát hol lehetnek most azok? Hát, az eddig kockaparknál kezdődött 7-kor. És hova mentek? Gymbe, gymbe elmehetnénk még amúgy. Menjünk a gymhez. Meg a hol nyiszol? Szerintem nem lenne senki amúgy esként, pedig fel mondjuk 158-an. Szerintem egy elég lélek nem lenne a városra, csak fura. Hát tényleg fortizni kellett volna inkább. Ha fussál a busz után. Mire utolész, kigyúrod magad. Majd a sitten gyúrunk, mert úgyis sitten kerülünk. Figyelj, ráülök a hátadra, és akkor úgy gyúrsz. Aj, mert... Nem még a Hornisbe is, csak gyökkettőben megy ez a szar. Miért nem? Nem meg vagyok fel. Ezért beköpni, mert ezért befogsz minket, nem? Nem. Én rohadtam. Szerintem már most így beköpött. Most akartál shotgunnal lelőni egy embert. Az a Bence nem lenne rá, mert neki le kell tolni a kaszikat, szóval. Még nem. Mert még nem láttál embert azért. Jó, olyan, menni szék vagy. Te baszki, senki nem lenne sehol, amolyan mindenki te motoros találkozomban. Meg kell kérdezni, hol van? Azt a rohadt, jól vagytok? Miket ugrat? Mi lett ez a Ventel? Ki van írva a DC-ről, és hát jaj, igazából annyi, hogy most volt egy-két technikai probléma. Buk kifagyás, ez zamasz, stb. Szóval tolódik. Egyedüli Forti. De rögném, hogyha a motorosok is Forti Custom? Ki azt az összes izé motoros terrabónák, aki velük megy. Nem hiszem. Takas nem veszi fel, most nem a gymbe megyünk? Magnus. De, balra van a gym, nem? Hát a másik hát, balra van. Ja, egy kis kerülővel, igen. Jó, hagyd, na most, na. Forty Fashion Show. Akarok majd egy most nem taxi, most nem ízi biztonsági szék, most mi lesz? Már végig van, már minden most. Mi, vadásztársaság? Késeket fogom, mert kézműves késeket fogok járom. Ja, a késeket, amiket mi megveszünk, hiszét, amúgy tényleg az nem csináltál. Az első nagy bizniszed volt. Egy halász egyesületet kéne csinálni, Markus. Horgászt? Horgász egyesület, ja. Már volt már minden, most már rendőr is, már minden. Legyen halász, azt szedjek azért tagdíjat, évest. Igen, igen. Árult az 5 dolláros horgász volt az 500-ért. Mondd azt, hogy ez prémiumabb. Másfából van. Na most, mi lesz? Megyünk motorozni végül? Nem megyünk motorozni. Megint a gymben van pár lúzer. Kérdezére meg jönnek a partibuszra. Szerintem most már itt nem kell partibuszt hirdetni. Azt mondjátok? Persze. Itt most vertek le egy embert. Ja nem, csak fekvő támaszodunk. Jaj. Azért a brigádvezető erélyesen brigádvezető, látom, mert fegyver van nála. Ezt a kurva. Rankerezünk, aha. Inkább nem. Meg meghallgatnám azt a beszélgetést azért, ott a brigádvezető oda menj, az azt sem, hogy mint beszél. Honnan szakasztotta rá aztán? Dadog, dadog. Brigád beszélték, tehát már nagyon rég velünk van, csak volt egy kis pihenője, egy fél éves. Az jó, jó elment. Na most mi lehet ott? Dadog, itt azóta itt vagy? Platinumban vagyunk most amúgy. Jaj, itt vagyok, itt áprók, túsz. Na most szoszi van. Já, ide kell felszállni, ez a partibusz. Ez a partibusz, szálljátok föl. Borjátok, okay. Pattányjátok. Már egy picit, haver, szállj már egy kicsit, nem így működik ez. Ja, ja, hogy... Ah, van nálad fegyver. Persze, basz. Várjunk,
Igen, Magnum szelem. Jaj, de jó. Na, itt a vég. Most tud neked a menet két Magnum. Már nem is bánom, hogy kényszerítettetek. Nem érszabadtunk, persze, ugye? Mely? Várjál, átfeszek azért! Várjál, mely? Nyisd ki az autót, lassan! Dobják be a másodpercben, jó! Túl vekkora hangzavar van! Dobják be a kocsimát, dobják be a kocsimát! Bedobjuk, csak nekem nincs itt az autóm. Nem tudom, hogy van-e nálam fegyver, de ha igen, mondd el, hogy mi. Hát ugye, hogy ez az alsóval le fogod ütni valamelyikünkért? Nálad nincs fegyver? Mit szóval? Ja, ez szó, de hogy itt. Jó, akkor menjél! Jó, Magnum, akkor ez most Landi? Hát igen, annak tűnik. Lehet visszakapan. Hát nem tudom, mondjuk... Jó, hát szereztünk nézőközönséget. Most akkor az, nem? Bele. Igen, Randi, én randizok a Magnummal, én mit szólsz? Nem áll. Hát én vagyok az új nője, ha? Dupla Randi akkor. Az a baj, a partibuszban mentnénk, inkább csak egy buszunk, apa. Egy buszunk van igazából. Igen, már is mi a faszomért van nálad ilyen nagy gépfegyveremben? Kinél? Hát elvettem a gyerekt egy akkora gépfegyvert, hogy az agyam leszakadt. Biztos nagy vadász. Hogy mondják ezt? Hát nem egy ijedős fajta egyszerű fegyverre. Ha, és most hát arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha CNI-et kötnénk mindegyikre, és aztán pedig... Felrobbantanánk so, őket. Ja, szerintem rossz ötlet, nem? Jó, adom. Én szerintem csak a buszra rakjunk, és akkor mondjuk át a rendőröknek, hogyha megáll a busz nullára, akkor felrobbantunk. Hát az a baj, egyszerűen már csináltunk, és nem sült el túl jól, nem tudom, emlékszere, felrobbantunk mindenki felrobbant, vagy 15 rendőr, meg mi is, és aztán majdnem mindenki megdöglött. Ilyen, hát ez nem volt. Ez jó hangzik. Igen, ez a... De nem kell rárakni ténylegesen, csak azt mondjuk. Aha. Jó, hát végül is egy próbát megkérhet. És akkor, hogyha fizetnek, akkor egyesével leszállnak menet közben a túszok. Azért kérdeztem, hogy be tudod-e állítani egy tízesre a limitet. Most nem bulizni megyünk amúgy? Ez egy általános buli. Hát ez kurva jó buli. Kinek mi a buli? Hát akkor csak kéne rakják tényleg egy C4-et rá, meg legyen a rizikó, tudod? Inkább zenét rakjátok, ne C4-et. Amúgy a zenével, hát az a baj, a DJ pult tönkre ment ott fönt, úgyhogy nem tudunk. De Márkusz énekel szívesen. Márkusz énekel. A Wrecking Ball-t énekel, DC. De már megint el fogom felejteni, most ki kell várni, ha valamint túl dolgatok, azt majd egyszer arra kellene, és valamit kell. Márkusz, nem mész szerintem C4-ért? Mikor szólunk a rendőrök? Nekem nincs állam. Nyomjál, mész egy C4-ért? Persze. Kirakunk ha a valahol. C4-et én is színeklek. Ja, jó. Rárakjuk a... Hát jó, hátra rögösszük. Jöjjük, de felhívok akkor mi rendőrt. Ne álltam le. A kezembe add oda. Ja, mi hol rakjunk ki, hol van valahol autód? Bárhol, teljesen mindegy. Hát autóm az... Hát... A motelnél van, meg a hambusnak. Mennyi erre jó az itt, engem is kilakhatszok a motelnél, mondjuk. Én intézek innen autót. Elkötöm ezt. Jó, azt mondjuk, majd hozzad C4-t, akkor beszélj a rendőrökkel. Semmi hirtelen. Ja, hát rárakunk egy C4-t a buszra, és hogyha... Ja, azt hittem, melyre akartok C4-t? Ja, hát igazából esek vagyunk, mert a buszban van. De nem fog rátapadni a szőrös hátára. Mi van? Hullva szádat! Tényleg olyan szőrös, amúgy? Úgyhogy nem büdös a szája is büdös, nem? Te kérjétek már le az ablakot. Azt kérdezték, hogy elég egy C4. Hát hozzad egy hármat. Rendben. Biztos, ami biztos. Oké. Okay. Ha már durran nyom. Persze. Ne nagyba vagy. Lészi rám, ne rakj. Mondom, kéne utalja a heti fizut. Ja, igen. Mikó, ezért nem védelek meg. Remélem fellóban. Fejjön a güntet. Csak a feszültséget oldom meg. Ja, kurva leoldod a feszültséget, mindjárt. Üdvözlöm, Günther, üdvözlöm. Szeretném magával közölni, hogy egy partibusz állomásozik a városban, és hogy fel akarnak szállni esetleg. Nem, köszönöm, éppen lövöldözés van, úgyhogy vissza, mert... Hát igen, van egy... Ja, igazából nem csak ezért hívtam föl, lenne egy másik... Lenne egy másik dolog is, ami ezzel kapcsolódik igazából. Jó, akkor visszahívva még, mielőtt megölnek a kecibe, jó? Vissza? Rendben, vissza. Na most mit mondod? Hát azt mondta, hogy épp lelövik, úgyhogy már visszaív. Oh. Fúham, hogy tényleg mi ez a döglött görény szag itt a buszon? Na, a száj! Nem vagyunk már kicsit kevesen a bulihoz?
Hát... Jó, kéne azért, anyja, pár ember, kéne még azért egy VIP, pár VIP, ember. VIP. Hát igazából addig bárom, hogy mindenki ezen a motoros találkozón van. De az hol lehet? Azt mondja, belehoz, robbant fel a buszt, a majd kis hálom. Mi? Most robbant sem fel magunkat, ez kurva logikus, Márkusz. Nem magunkat, én kis hálom. Te kis lász! Ki az, hogy fasz amúgy is jó ötlet. Ez álljátok ki. Néhány fel kell. Mikor élsz le? Nálad miért van telefon? Mi van nálad telefon? Rendőrt hívod fel? De hogy is? Mit szólt, mikor landítunk? Hallod, kis koszlidért. Tedd le a telefon, majd nyakon vágla. Az igen. Ezt nekem mondtad, csak már nem az ez a nevem. Na, mi a nevem? Koszlidért pedig jó név. Anyám. Hello? Jó napot, Mr. Való! Üdvözlöm, üdvözlöm, Günther! Hát az, itt egy partibusz, ami van hány ember, négy darab ember itt ül mögöttünk, és igazából bombát szereltünk a partibuszra, és hát kéne egy-két dolog, hogy ezeket embereket kiengedjük a buszba, mit szól? Hogy tessék? Hát van egy partibusz, és igazából akkora a buli, hogy már egyszerűen kirobbanul a hangulat, és teleraktunk C4-jel a buszt, és hát közben benne ülnek túszok. Jó, megvan, akkor egy kis pillanatot kérek. Már előre teszi a gyalást itt. Várok, viszal. Hát, hogy a zene az tényleg hiányzik. Kurva DJ pult. Az a benne... Ne vegyétek fel, jó van ez. Nálam van boombox. Van? Nyom valamit, nyom valamit. Nyomassa valamit. Téged engedünk el először cserébe, te rohadt geci. Mely te meg ne telefonozgassál! Hé! Hey, nem hey! Telefonozom! Valaki könyökei arcon! Nem a... Jó. Úgy szájon vágom. Én nem bántok. Nyököld arcon, hé! Hey. Ja, bocs. Összekertek Palinával. Mi? Semmi. Vágjuk! Elfasz meg! Oly. Itt vagyunk az ékszerbolt környékén a partibusszal. A városháza előtt találkozunk, Nyomi. Ó, nem tudom, az a baj, kérek én bízni azt a detonátort. Én teszem. Az a baj, attól tartok, hogy régen volt olyasmi, hogy hát egy 15 percig egy hely volt a bomba, akkor előbb-utóbb felrobbant. Ön megsemmisítőbe kapcsolt, és... Ne rákjuk rá. Hát de valaki egy kis rizikó, nem szont ez, hát... Akkor csak kidobod az ablakon, aztán felrobbantod, csak hogy mutassuk, hogy van azért. Iva rendőr. Üdvözlöm, Günther, üdvözlöm! Hozzajön a tárgyalás. Hozzajön a tárgyalás, hát igazán, hogy megyünk a busszal, gond ne csatlakozzanak. Aha. Válasz, hogy merre megy a busz? Hát jelenleg a rendőrség felé tartunk igazából. Aha, jó, rendben van. Akkor ott előtte találkozunk, viszal. Nyomi, ide adod a C4-et? Aha. Vedd ki innen a kesztyűből. Megvan. Ja, de a felszerek egyet, nem? Mit szóltok? Egyre meg, remek kaland kezdete. Hé, hey, Márkusz! Na? Mit csinálsz? Ez mi a faszom? Ott az én oldalam? Ja, nem a másik oldalam. Jön a mászok, hogy nem tudjak mondani. Egyben számom. Barattam egy kis ételt, italt, akinek kell legyen. Hogy is így elvegteklünk? Hát pont ez az utolsó vacsora, krumpli kóla. Nem, mert Márkusz, úristen. Ott maradt a C4. Annyi a lényeg, hogy a jobb oldalunkkal nem ütközhetünk senkivel, mert valakinek megy a C4-nek, mondjuk egy autó, akkor felrobbanunk. De ez jó hangzik. Ez tényleg elég, amikor lehet a tetejére kellett volna rakni. Így belegondolva. Hát ez kurva jó egyébként. Én mondtam, hogy ne játsz a tűzzel. Mondjuk kicsit adásos sem lenne a partibusz, hogyha nem szakadt volna az egész teteje, de nem baj. Hello! Ja, szeretnél csatlakozni a partibuszhoz? Hol van Bobby? Bobby? Nem, ki az a Bobby? Bobby. Azt mondta, hogy elraboltátok. Miért mondott ilyet? Bobby telefonozik! Valaki könyökönyi arcon Bobbyt? Bobby! Dehogy raboltuk el, miről beszélsz? Bobby, tegye fel a kezét. Minden csak majd félreértés lehet, Sky. Nem mutogassál, hogy Bobby, te buzi! Felrúglak. Nincs nálunk. Én csak nézem, hogy ki az. Melyik a Bobby? Biztos.
Most mondta, hogy könyökeik arca. Biztos 1000 millió százalék. Mikor hazudnék neked? Ja, nem látok. Hát... Miért tennék ilyet? Most gondolj, mert miért tennék ilyet? Hát figyelj ki. Viszont de a rendőrkeket telefonik, hogy visszaad. Bobby, miért telefonozol? Te rohadék! Nem telefonozok a sárba. Ebből a kecsit a telefon, basszáj. Ó, epres vagy. Így van. Különben felrobbantam a busz. Üdvözlöm, üdvözlöm, Günther. Itt körözünk a rendőrség körül. Igen, látok is egy rendőr. Hát egy pár rendőrautót látok, így van, igen. Itt egy parti busz, csak a teteje leszakadt egy kicsikét. Aha, értem. Tárgyaljunk így telefonon keresztül, mit szeretne, mert a busz ez nem áll meg. Jó, rendben. Én azt javaslom, hogy tárgyaljunk inkább rádiót. Majd nem menj a kombasz. Rádió, akkor inkább? Igen, csak miért van ilyen büdös arcbusodat mögött egyébként? Van egy bomba, jó, mi legyen, mondjon egyet, csak kiabálnak itt valami idióták, hogy nem hallok semmit. Ki ez a kicsim? Meg már a faszom. Én lájok. Hadd, jó, rendben, visszahall. De nem lesz sehová. Főleg nem a kis lapátodna, vagy alsódna, vagy mi az. Kilőhetem, Boris? Nem, mi a kis? Jézusom. Rájuk lőttem, figyelmeztetés. Meg vagy hűvetem. Helyes. Vétel, Magnum. De lekopták, hát lekopták. Hát én mondtam, hogy kemény orosz vagyok mostantól. Mondom magának a kéréseinket, Günther, figyel. Szükségem lenne. Mindegy, hát igazából azt hiszem négy darab túszunk van, így van, és igazából mindegyik busz megállában kivagyunk. Bocsánat, jött egy oszlop szembe. Szóval, hogy mindegyik busz megállóban hajlandóak vagyunk kirakni egyet, hogyha teljesíti a négy kérésemet. Rendben, hallgatok. Első dolog, azt szeretném megtudni, hogy van ez a Lil D, vagy volt, így ilyen feka bandatag volt. Elvileg megdöglött, de mégse. Nézzenek, utána kérem, hogy most mit tett. Ez mi az? Mi a fasz? Ránk lőttek, vétel. Ez ki volt? Ki volt? Boris. Valami Audi RS6-ból. Ki lőtték a karakát? Mi arról semmit nem tudok, hát intézzék el, ha úgy van. Én nem tudom, hogy lehet azért lőtték ki, mert én rájuk lőttem. Melyik volt? Ez itt az jobbra? Nem, a Boris volt, elhúzott már gettóba. Vasszerelő ládátok? Nálam van egy. Hát most megállunk, hogy kicsit problémásra követnek a rendőrök. Ha fölmegyünk, hát ettőre van nálunk fegyver, hát. A bomba még mindig rajta van. Hát meg igen. A túszok is itt vannak, szóval egy valaki jó, kiszáll, meg. És a túszokra fegyvert fogunk. Mondd a Gunkirnek. Rendőröknek. Autószerelő, Alina. Így cseréljük a kereket. Én. Van nála gyövő? Jó, rendben. Melyik kereket? Miért nem tudom szerelni? Szereli te? Szerelem! Utána nézzük, kedves vakló, majd értesített. Mielőtt meghalok, muszáj elmondanom, szerelmes vagyok, Tici. Kibe? Ticibe. Ticibe. Aha. Jó. Ki ad a Tici? Jó ma neked. Mondjuk, ha Ticibe vagy szerelmes, akkor nem is baj, ha meghalsz. Nem áll! Csak a stressz beszélt belőlem, nincs, nem áll! Ó, baszki! Ne stresszelj, nincsen baj. Ugyanis nem visszaszeretjük a tetejét is. Azt a kurva! De hogy hoztatok ledet! A legnagyobb autószerelő vagyok, mostantól! Mondom, neked kell csinálnod itt, már neked kell szerelnöd, mert mikor megmondom. Na így azért pofásabb a járat. Hát így azért baj, na igen, 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 sokkal. Vétel, igen, igen, hallom! Hát semmilyen Lil D-ről nem tudunk, biztos, igen, hogy ez a neve. Sokáig lesz rajta. Hát ez kéne legyen, nem tudom mi a polgári neve, az a baj. Azt mondja, hogy valami Becca? Nikó jó. A Ballas főnöke volt régen. Ballas főnöke régen? Így van. Csak tudnak róla valami. Elmódak? Igen, de azt a haja, igen, kigyúrt. Nagy benga. Kigyúrt. Azt nem Big D-nek hívják? Big D? Akkor lehet, hogy Big D. Nem. Másik. Neki a testvére vagy valami ilyesmi. Együtt lógtak. Hát az a baj, hogy így nem tudunk utána nézni, mert szerintem senki nem tudja. Hát az a baj, nem tudom a polgári nevét. Hát, hogyha nem ez a Big D az, akkor...
Megpróbáljuk a jelentésekből kiszűrni, hát ha van esetleg valami információ, de addig pontosan nem tudunk mit kezdeni. Összerem, addig kirakunk egy megállónál egy túszt. Tízdei, köszönjük. Ki akar először menni? Én. Akkor te mész utoljára. Nem áll. Csak vicceltem, utoljára akarok menni. Akkor ez így lesz. Őszajút. Őszajú. Hát már őszülök. Láttak egy busz megállót valahol? Elnézést, amúgy a cuccaimat visszakaphatom? Na persze, hogy nem. Mi a faszom ez, bazd meg, Zaci, hogy leraktad egy kis időre a cuccaidat? Boziba is élviszünk. Akkor maradok. Egy a fényes vacsora, nem kell? Úgy mondom nektek, még egy gyufát se adnék vissza senkinek. Hát egyszer, ha bekerül hozzám... Rohadjatok meg amúgy mind. Körüljetek, hogy még éreve vagytok. Nem te a busz megállod, itt meg nem írunk átmenni ez alatt, hogy meg kell kerülni. Lökjük le egy hídról. De figyelj már, miért busz megállod? Vétel magam, hol szeretnék kirakni, mert erre nincs így van, busz megálló. Lassíts, épp egy busz megállót keresek, Vétel! Ja, jó, rendben. Kurva élet, és hogy fogunk elmenekülni amúgy? Én ugyanerre gondoltam az előtt. Ja, itt lehet nem lesz. Hát mondjuk azt jó, nem akkor... gondoltuk át, hogy jó, akkor mostantól lesz itt egy busz megálló, ez a két tábla. Izálás! Köszönjük szépen, hogy minket választott, minden jó. Mikor mentsz meg? Eredett szolgálat vagyunk, baszked. Be is szarok. Amúgy teljesítették a követelést? Hát épp intézés alatt van, igen. A második követelés. Ja, jó. És közben nem tárgyal semmit erről a Lil D-ről, vagy miről? Kapaszkodjon mindenki a buszba. Kapaszkodjanak. Meg kapaszkodjatok. Juhú! Hát ez gond, ez besült. Ez egy kisebb-nagyobb probléma. De bírja szakítani szerintek egyáltalán? Vagy? Hát ha az előbb nem szakítok, akkor boom lesz. Magsebességgel. Ez boom lesz. Jaj! Nem hiszem el. Jó, akkor... irányt váltunk, Vétel! Nem elnöbb. Maradék 3 és szeretnék 15 000 dollárt. Majd próbálj meg kideríteni közben, mit akar? Mi az, amit... Szerintem még keressük. Szembesebb vagy egy nagy szarral, és hogy fogunk elmenekülni, nem van valami ötletetek? De odáig hát, nem gondolkodtunk, főnök. Azt kéne csinálni, hogy az egyikünk száll ki a következő menállal. Magdó mondjuk egy szép 11 000-et. Hoz valami nagyobb kocsit. 12 500. Mit mondasz még egyszer? Hát, hogy nem túszt rakunk ki a kövi megállónál, hanem valamelyikünk kiszáll, elmegy kocsiért, vagy kettőért, és lerakja valahol őket. Ja, az jó ötlet. Még egyszer ismételje meg? Van, kiszállok. Legyen 12 000, hát, és megállapodtunk Mr. Magnót. Legyen így, és hogy fogják átadni? Azt még gyorsan kitermeljük. Addig kirakok itt a kórház előtt még egyet. Tudjam, hogy kettőt? Nem, ez szólni fog az igazi túl, szólni fog. Ja, jó, de elég örökét élesztek, másik meg a... Az a baj, hogy ezt nem sárganomat nem bírtam tenni. Fasz a kis túlsz vagy! Az kurva jó. Szerintem visszafokozom magam panosszá. Túlsz, valaki jönjön már. Valaki szálljon ki. Bob! Jó megy. Dadogi, menjen, Dadogi akkor. Dadogi úgyse szól. Itt a Dadogi is itt én volt. Én nem szólok. Szevasz. Polina szelkidegre úgyse ismernek. Polina, tényleg, hozzá a kocsit, erényké. Hozzá ott kocsikat. Milyen kocsit? Hát bármilyen. Két kocsit tegyél le valahol. Nagyokat. Tegyél le valahol. Vétel, Magdó. De nem ő hívott a partibuszt. De igen. Meghallom. Ennyi, akkor még addig buszozgatunk. Ez most, ja, amikor itt lesz a második landing? Most mondod, hogy szerelmes, hogy ticibe, miért randízak veled? Mert nem is randíztam, dehogy randíztam vele. Ha nem kéne, új. Hát ez az első landing. Ja, értem. Hát téged hívnak úgy, hogy rotyalék? Rotyalék? Az mi? Koszlidé. Azt mondtam, hogy büdös lábú, azt mondtam, hogy a lába. Hú, az mennyire gusztus, és ráadásul nagy lábod is van? Nem vagy 42-es lába, mi? Biztos, hogy benne. Hanyas a lábod, mely?
koszos. Meg megsértődött. Cseroki jön. Adaptokat. Kedinek hat. De két kocsit rak le, az a biztos. Telefonozik. Melyik? Hey! Hanonnál tedd le a telefon. Ki? Szerintem haverja szállt ki amúgy. Hányas lábad van, mely? Mondom, hogy 38. Azt a kutya nem hiszi el. Hát akkor szűnj meg. Kettes. 42-es. Persze. Milyen vagy te? Mongol vagy mi? Jati. Az persze mongol. Milyen vagy a kínai? Igen. Most ki van centízve itt rendesen? Én észak-kóai vagyok. Ugyanaz. Igen. Nem. Hogy lenne ugyanaz? Nem. Ja, mongol, kínai, ez mind egy fánterem. Dehogy is. Nem toleráljátok az alkoholt, meg ilyen kis... Polina, tud autót intézni akkor? Mert nem olyan nagy bajban lesz, mert 70 a vég. Ott fogjuk átadni maguknak az összeget. A kikötőbe? Nem, itt van maguknak balra. Ja, hogy a mólóhoz? Vagy mire? Ja, hogy erre a kikötőre? Igen, ez a kis kikötő, igen. Ja, kis kikötő, lehet hajót bérelni. Igen, igen. Rendben vettem. Forduljál már majd el itt a piros parkoló felett. De másik irányba adják át a pénzt. Aha. Azt hogy adják át a pénzt? Hát ez egy jó kérdés. Szívesen kiuglak a kociból. Hogy akarja? Kiszállunk, átveszük a pénzt és adjuk az utolsó túszt, vagy hogy akarja? Megye megkérdezni. Fölugrik a rendőr. Kettő van. Nincs autoréte jobb a légarás, Markus? Én szerintem nincs. Nekem van. Ez is jól egész az. Szegítség! Csak mit csinálok? Dugó van. Dugó van. Vagy három autó mögöttünk. És hogy lett orhangom, hogy semmivel nem is értem. Most. Én nem tudom. Mit kell csinálni? Csak kiugrani és szaladni? Uh-huh. Új ember fájni fog. Itt megfelel! Igen, megfelel. Azt egyébként ezt mondtam is. Annyi egyébként, hogy sajnos erről a Lildirről semmit nem találtunk. Semmit? Az se, hogy él vagy döglött, vagy semmit? Semmit. Vagy nem tudta a... Kitörölték az aktáját? Hát vagy így, vagy nincsen ilyen ember. Most hova a faszban? Hát biztos, hogy létezik. Markus, most hova? Markus, vedd át a pénzt, Markus. Vissza, geci! Színé van a buszon, az épp elég baj. Vissza! Mi van, geci? Milyen fegyvered van, Brad? Az igen. Ha ezt túsztal újítottam, hol? Hol a pénz? Hol a pénz? Patteljon ki mindenki. Hol a pénzem, mi? Már hozzák is az összeget, kérik a túsz. Hozzá ide, tegye be. Elkezeket meg, Bobby. Jó. Menjetek. A túsz egyre nem kapjátok meg a pénzt. Menjenek, ott vannak, hozd a gempát! Ugye, vigyük a pénzt. Már viszik is oda. Adod a gempát. Hát csak apróba volt sajnos. Amilyen? Szentekbe hozta? Hát persze. Ez szomorú. Beállok addig mögétek. Beállok a rendőr mögé, lőjék a dolgét. Jajjaj. Azért mindig van egy cénél a buszunkon. Vissza. Persze. Biztos, hogy nem felrobbantsalak? Van autónk amúgy? Hát intézik. Én nem tudtam elmenni itt a sok rendőr. Ja, vágom, igen. De nincs itt egy jet skitánk? Polina, hogy állsz? Hová? Megtartolom itt a Raptort, itt a házunk alatti benzinkúton, és akkor az már jó lesz. De még kéne. Még egy kéne. Az hadd, elég az. Jó, én sem vagyok madár, hogy repüljek. Jó, tényleg elég, hát ötten vagyunk, na. Van, mert így ég csirok, jobb lesz volna, nem? Jó. Hát igen, szorít, akkor a Raptor már itt van. Meg van tankolva? Stánkolom! Oké. Okay. Azt kéne, hogy ezzel beállom a kútra, és majd felrobbantam a benzinkutat. Jó. Az jó ötlet, nem? Jó. Szinte biztos vagyok benne, hogy műsbe robbanom. Hát, de olyan robbanom. Még azt sem felejtem, amikor cénén dobálom az autópályán, és emlékeztek arra, amikor felrobbant egy csomó rendőr, meg van mint izé, tangerautó. És amikor ki az lőni az olajos kocsinak a tankját. Hagyom, lehet, van, lehet az volt, az tényleg, és felrobbantunk mind a gecibe, nem? Ja. De melyik benzinkút? Trázunk alatti! De te nem jössz, nem jössz be? Üljél be hát! Há minek? Te mi hát? Öten vagyunk. Akkor nem férünk be. Hat személyes Raptor. Jó, de a Platón nőni olyan, mint életveszélyes. Á, nem, az veszély a Platón. Á, már nincs idő, szerintem. Álljanak meg!
Jó. Hogy értek, mert itt vigyázom, mert felrobban ez a szar, akkor gatya lesz. Vagyunk. Azt mondtad nekik, hogy még rajta van a buszon a izé bomba? Csak tudják, hogy rajta van a buszon a bombaja? Készítsen ő még egyet, de majd az később kell, jó? Popolna, Cherokee. Még van egy bomba a buszon? Te is fogsz kapni egy nyalókát, fiam, hogy jó nagyot. Veszek neked egy izé. Na magukat robbantják fel azon, remélem tudják. Meg maga is. Neked is. Kihajfisztik. Bitty steam. Uha! Vigyázz! Bocsánat! Uha. Jó, hogy le nem lőttek minket itt. Itt van jobbra a kocsi. Enne a benzinkúton? Hát az fasza. Hát, az jó hangzik. Itt jobbra. Azért nem fogunk oda beférni. Itt hagyjuk. Mit akar Günther? Azt szeretném megkérdezni, hogy a bombát akarták deaktiválni, mielőtt elhúznak a retkes faszba. Hát deaktiválva van. Most próbál, de felrobbantani nem sikerült, úgyhogy deaktiválva ezek szerint. Ja, deaktiválták, jól van. Rohadt életben pedig magukra akarom rombantani a házat. Mász előre, komán. Rohadjon meg. Nem fér be. Viszont? Az eltűnt a bomba róla, vagy nem tudom. Nyomtam a detonálót, de... Ez volt nekem is besült, valami szab hoztál amúgy. Nyomta a detonálót, ez nem robbant, vágott. Elő, már nincs hely. Ó, bazd meg. Megvan a raptor központból, majd a Cherokee-t készíts ki. Oké. Hát én létszik, nem akarok a pedig bemenni amúgy. Én se. Én még nem akarok meghalni. Én egyiket se. Jó, akkor Santos. De Geci, most az onnan jött elő. Santi, le kéne szállnod feladni magad, ne hallj meg. Feladni magam? Nem jó. Santos! Santos! Maszki! Ez így nagyon nem jó, szállj fel gyorsan! Nem most, nem most szállj. Te zártad az autót. Te hogy zártam, most, passz meg! Santos! Kurva élet! Én van Santos, engem vagy? Ember, rajtam fordult meg az autó. Nem tudsz kapaszkodni. Olyan erős hátam van, megfogtam a ramot, vagy mi ez. Jó, kilövöm őket. Huf. Én nem lövődözök. Én sem. Képzeld el magát, hogy majd ezért le leszel csicskét amúgy csapomban. Én valószínűleg le fogok kesni megint, úgyhogy... Kit? Beraktam kesztyűt át a kettőt. Át kéne ülnödöm, hogy... Mi a címe? Ez a Sick Legend-től, a Living La Vida Loca. Megint nem bírsz a fekete seggeddel. El lesz verve a szád, amúgy megtörlek egy. Majd a te szád lesz elverve. Hallottam dolgokat, csak mondom. Talán megint milyen izék képzeleteid vannak. Az borincs, várjuk az összes izét, oszlopot. Jú! Bajs! Mi nézhet, Pupu? Valahogy már kicsit nem bírok annyira figyelni. Már mi történt? Hát nem tudom, fáradt vagyok. Tankolom a Cherokee-t. Ugyanott van azba, visszamenjünk. Gyengék elhozzanak. Ugyanitt vagyok. Szép. Ott van még a partibusz, Polino? Igen, itt van a partibusz. Igen, hagytam 5 fagyit a kesztyűtartóba, azt mondja, már kivehet. Ha már túlsz kivette. Oké, meg kivette. Túlsz kivette már. Ha túlsz elvette a fagyit, jó, hogy megkeresem. Hagyjon le a tóka. Több felé kéne válni, az biztos. Sokkal vagy, megszerehetem még, vagy már ne? A Ford GT-m ott van, ambus el. Ebújok. Az nagyon megy. Meg. Vártam meg. Várjál, van egy garázs. Az Urus. Az Urusunk is. Szereld meg amúgy. Itt a Vapnál ott van az Urusunk, az nagyon durva kocsi. Szerelem. Tényleg full tuningos Urus, ez úgy megy, mint egy golyó. És most akkor mi a terv, főnök? Hát még negyedre nézelődünk. Hol a cseng, meg döglött? Nem tudom, lett nagy ideje. Ott az Urus. Vigyétek. Valaki átszáll, átszállok én.
Jó, ezt viszem én, szálljatok még át. Látszálok én is. Rohadt gecik! Vigyétek a Raptor, nem kell a Cherokee szerintem. Kész a Cherokee. Jani, itt hagyom a benzinkútot. Bocsi, csak mi? Nem, köszi, lát. Nem sikerült meg. Láthatjuk érte. Egy rossz hírem. A rendőrök szerintem kilopták a fagyit. Hú, baszki. Ami jó zene kell nekem. Mi akarnak ölni minket a rendőrök és a fagyi a legnagyobb probléma. Ez. Ez az ötlet. Nem tudom, de most már nem is állunk itt apra. Hova tűnt a... Hova tűnt a csomagtartónk? Mi a fasz? Ne lögdössek, már rohadjanak meg! Kopja be! Kopja be! Szálljunk ki! Jó, jó, jó. Menjünk kórházba fog kerülni. Maguk is. Maguk is. Azt a fegyvert, hogy megint rám tartja, lelövöm. Maguk is! Na? Ne, főnök, fegyver rombány! Rám ne dobja, lelövöm, lelövöm, ha rám dobja. Ezt most megmondom, rá, lelövöm, ha rám dobja. Ne tessék lőni, mind meghalunk! Hogy néz ki az autónk? Ez nem autó most már, főnök. Jó, most már nyomom a kurva gázt. Nem ugratgatok. Nem akartam, mert az autó ezért innokatlanul gyors. Megvagytok? Hát, még meleg. Meg leszünk. Azért az a rendőrautó, ijúj! Az is tudám jönni. Ha mindjárt ide repül. Hogy néz ki az autónk? Ez a modell mióta ilyen? Ez egy nagyon csúnya. Autó. Életbe. Jól megy ez a kocsiám. Még nem tudom, hogy estünk olyan szarul az előbb. Nem tudom, hogy lenyadunk olyan szarul az előbb, szerintem túl gyorsan mentem fel az ugratóra, vagy valami. Hát én nem értek hozzá, főnök. Ilyen volt a modell mindig. Azt tudom, hogy az elején volt, de a segélyt még nem láttam így amúgy. Amint nem láttam, hogy ennyire gáz lenne. Már volt ez zene. Szerintetek letúrnak minket, ha átszállunk még egy autóba? Lehet. Ennyire nagy a baj? Hát még nem, de... Ez a Raptor nem egy olyan jó verda. Az a baj, hogy négyen vannak a kocsi mögöttünk, vagy öten, ha jól láttam. Ja, sokan vannak. Jó lett volna ízé, meg van amúgy a feltömbre betenni a buszt, tehát olyan megzavarodtak volna. Hát besült a kurva cén, így. Hát nem tudom honnan szerezted be, de majd reklamálni kell az eladónál, mert... Selejtés árukat veszünk át, akkor minket fognak lebatni.
Ilyen kamaj hangja van az Urusznak itt. Valaki a Twitch-ét hirdeti, let's go! Kasza! Mi történik? Hogy egy kukába megakadunk így, nem hiszem el amúgy. Nem az én napom ez a mai. De... Hogy néz ki az autó, te jó nem Isten! Nem baj, meg tudod csinálni. Már lóg róla minden. Az, hogy füstölünk a nitró miatt, hát ez szomorú. Kettő van még mindig rajtunk. Hát ezt nem ugratjuk meg. Hát ez egy dögvész chat. Lehet buddybe megyünk. Átszállni már nem fogunk, az biztos. Ja, én vagyok. Szóltál volna komám. Erre vannak durva ugratók, megpróbáljuk. Igazából most már füstölünk, vagy elgapnak, vagy ugratunk. Ez a két lehetőség van nagyjából, szóval... Hát jó van, Santa Muerte főnök. Csináljad. Ez mit jelent? A Szent Halál. Ja, az fasza. Másikban megy beállni elénk az ugratóra, nem itt vannak mögöttünk. Hát fél, kapaszkodj Szontas, kapaszkodj baszki! Hát már sok mindenben nincs mit kapaszkodni, de megpróbálok. Az nem jó! Úszunk főnök! Geci, ilyen van amúgy? Van ilyen amúgy? Hogy belecsapódunk a nem tudom milyen emelőnek a cuccába és így nem bírjuk megugratni azt a szart? Ezt nem hiszem el amúgy. Ez ilyen amúgy. Hú, ma nagyon nincs szerencsém, chat. Ma nagyon nincs szerencsém. Benzi? Mi? Vagy? Ja, én meg vagyok. Mi lehet megléptünk? Te? Én biztos is. Biztos észrevettek. Oké. Okay. Magnum, Cliff? Nem. Böri. Börtönz, visznek titeket? Jó. Hát... Pont hozzáillő zene amúgy. Hol egy létra már? Hol egy létra chat? Magnumnak olyan kondia van baszki, mint egy izé... nyugdíjasnak, hát ez fasza. Kapja be! Kell fel a kezekkel, mocsok! Rohadt kecsi! Ki maga? Sato? Dixon! Dixon! Dixon? Rohadjon meg! Rohadjanak meg! Hé! Hey! Le fogom durrantani Dixont! Adja fel! Le fogom adja durrantani! Fel, ne, le fogom ne, durrantani! Semmi szükség, nem! Most is szépen átsétálok a hát hídon! Adják ide a hajójuk! Csináljanak már valamit! Adják ide, hajoljuk, vagy ledurrantom! Ó, Istenem! Ja! Körbe van véve, nem tudom látni. Körbe van véve teljesen, itt nem nincs meneklés. Hogyha lelövi, akkor lelőjük. Meg fog halni maga is. Engedj. Ahogy lőnek le!
Az hogy? Viszont én lelövöm. Lelövi a kollégát. Magnum érzi a halál leheletét a tarkóját? Persze, rohadjanak meg, hülye gecik. Mi most tértünk haza. Le van tartóztatva maga a szemét. Kapják be mind. Kapja be maga. Rohadjanak meg. Maga, Galád. Hát állnak itt sehát. Ez itt így nem jön. Ma nem tudok vezetni, mondjuk már elég dög vagyok, fáradt vagyok, szóval... Magnumot elfogtuk. Meg akart ölni. Dehogy akartam, ha megtettem volna. Maga egy agyad, aljas ember. Most... Berakta a Magnumot a csomagtartóba, jó? Köszönöm szépen. Szedjem el ki a csomagtartóba. Na jó, hát. De csinálja ma ezt. Jöjjön, Magnum. Rakja meg ide hátra, ez kösebb a biztonsági jövő. Már segítek beszállni, fejét bassza be nyugodtan. Ne legyen én gonosz már velem, komolyan mondom, miért kell? Becsatolom a szemét. Attól ne is aki videó az két ajtó, kérem. Nem tudom becsukni, hagyják meg. Rohadjanak meg mind. Köszönjük szépen, nagyon jó kívánságokat. Szeretem elvég jogával élni esetleg, vagy tiszta van a jogaival? Nem, tiszta vagyok velük persze, hogyan lennék. És szeretem bármelyikkel élni? Szerintem a telefonhívásra szeret majd élni. Már vagy nagyobb a feles. Vétel 25-ös beszállít egy elkövetőt a kapitányságra. Jaj, csak el kell kezdeni edzeni megint jövő héttel, az a baj, mindig ezt mondom, de én nem tudom, nem bírom rávenni magam semmire, így 4 órakkal már korom sötét van. Ez katasztrófa. Ez egész. Írta 4-kor már korom sötét van, ez... Igazából felszálltak, mi nem raboltuk el őket. Hát igazából innen indult az egész. Ezt mondjuk tényleg így van, ezt aláírom. Más igazából fontos információ nem volt, mert menekülni próbáltak, de hát ugye az LSPD ellen esélytelen a menekülés. Hát adok én is. Így akkor hát én sötétbe le sem bírnek menni. Ilyen délbe szoktunk egyébként, hogy délbe volt az én megszokott, szóval akkor még jó volt. Újra találkozunk és most nem kerül kórházba magam. Hát egyelőre még nem vagyok ott, igen. De maga még kerülhet. Most maga fenyegetőzik? Ja, vagy fenyegetőzök, ugyan. Az életünkre akar törni? Ez én majd nem, dehogyis. Uh-huh. Hogyha kéne egy ilyen 24 per 7-es zsím, és úgy kéne lejárni amúgy. Amúgy az no joke jó lehet. Csak amúgy van itt egy nem olyan messze, és hát az appin sem, amúgy nincs olyan messze, csak az pici. Alapvetően lehet arról szó, hogy... Ja, de... Jogsi kéne amúgy, és akkor mondjuk jobb lenne, akkor kényelmesebb lenne azért járogatni. Hát ja, csak a Lourdi az nekem ugye, ja, azt angyal földön lakok, úgyhogy kibaszhat messze van sajnos, de amúgy a Lourdi is nagyon jó pedig. Jó, nagyon jó terem. Kösz a kollégán. Kapja be, hogy C4-jel fenyeget. Én magad, csak vicc volt, Jesse. Magát a korrupt rendőrnek miért bántál? Miért bántál magad? Tudja, jó, ezt a 12-esig de magának kértem, ezt most oda is adom majd. Aha, persze. Tudja, hogy csak a szokásos vissza fizetése. Vissza, hogy adja, vissza, és hogy kell, hogy adja, de én fogom elvenni. Nem igazából magának adom. Na, hát ez a fizetsége, Jesse. Nem elveszi, igazából ez a fizetsége. A ruházatát. A rendben. Intézzük. Akkor ezt a kettő heavy pisztolyt elveszem. Van nem kettő heavy pisztoly? Na baszki. Van kettő heavy pisztolyt. Akkor ezt a C4-et is, hogy ne itt robbantatás legyen a végén. Továbbá ezt a pénzt, amit itt elvett. Azt odaadom magának, Jesse, inkább ugye, mert ki tudja, hogy az öné lehet. Magának adom. Adom, magának adom. Visszaveszem Vakuda pénzét. Magának adom a fizetését. Őszert is elveszem. A fizetés M.
Ez a vakuda fizetése, amit ön ellopott, és én vissza fogok szolgáltatni neki. Nem nagy lelkű, hogy a fizetését elvettem. Másnak adja. Forduljon meg. Rohadt keci. Kapja be. Forduljon meg, most leveszem önről a bilincset. Jó, vegyük fel a neveikre a dolgokat. Jelhetnénk a telefonhívással esetleg? Intézem. Igen, intézze. Remek. Én nem akarok telefonálni, mert nincs kinek. Szia Nyomi, csak azért hívlak, hogy itt a korrupt rendőröm Justin lecsuk. Éppen, hogy ott fent a családszeretet, hogy jól végzi a munkáját, de hamarosan szabadulok, úgyhogy igazából csak ezért hívtalak. De miért? Ebben a hónapban nem kented meg elég rendesen, vagy miért? Hát valószínűleg azért most a fizetésem is ki, azt még ezen veszekedtünk, hogy most akkor mennyivel kapjon többet, de még nem sikerült elnöteni. Mióta dolgozik, mondjuk adhatnál neki több. Micsoda? Hát de jó, igen, lehet megérdemni prémiumokat. Jó, csak ennyit akartam. Szia Nyomi. Jó, rendben. Hello. Legközelebb nem biztos, hogy megetheti a telefonhívását ennyire könnyen. Na. Ez egy jog. Ezt hozz. Nem mondtam, hogy nem etheti hozzá. Meg. Azt nem mondtam, hogy nem etheti meg, de azt mondtam, hogy ennyire könnyen. Aha, értem de én, értem. Jogom a hozzád ábra is. Értem én. Na, érti? Már örülök. Na, mondjuk el, hogy kik voltak az összes társaik, és akkor ez lesz az első feladatuk. Ja, sorolhatom? Sorolhatja. Ott volt Dirty Renato. Igen. A szontás Dirty Renato, igen. Így van, újra velünk lóg igazából. Chengnek az asszisztense, aki, fú, mi is a neve? Eric? Valamilyen Eric. De nem tudom a másik nevét. Eric, simán Eric. És ilyen, hát hasonló haja van, minden, nem tudom, hogy nem látok senkit, ilyen, hát ilyen előre fésült haja van igazából, ilyen frufrus. Igen? Volt igen. Még ott, ezen kívül pedig ott volt Brad Bellick. Igen. Azt értem. Igen, és Theodore. Mondjuk Theodore igazából csak az elején volt, aztán kiugrott a buszból, szóval nem hiszem, hogy... nagy kalibere volt? Azt ki volt? Hát ő Brad Bellick. De igazából azt egyik túlsztor, egyik túlsztor vette. Egyik túlsztor vette egyébként azt az alkát, tudom. Mert mi nem járkálunk ilyenekkel, ez nekünk szint túl nagy, ez nem érik el ezt a szintet. Egyik túlsztor Bob valamitől, Bob Mike, ez a neve nem. Ilyen kék, nagy körökű szemekbe járkál, igen, tőle vette elő ezért a nagy kalibert. Szóval igazából megfékeztük a bűnkört, igazán nincs mit. Akkor még elengedhetnek igazából. Hát elvettünk egy nagy kalibert egy bűnözőtől. Jó. Akkor még tovább felmerül nekünk egy név. Markus nem volt ott? Markus? Ja, de ott volt Markus is. Nála volt a shotgun. Markus. Akkor csak volt, igen. Én elgondoltam a nagy kalibernél. És akkor Theodore? Theodore még ott volt valóban. Theodore, de ő nem vett részt a bűncselekménynél? Vagy... Hát igen, az elején ide. De már ő agyalta ki. Á, igen, az tényleg az ötlete volt, az elején leugrott a buszról. Azt mondta, hogy császtak fiúk, és utána leugrott a buszról. Pontosan ezekkel a szavakkal. Aha, értem. Jó, akkor hallgatom, mi volt a terv, hogy ez ilyen Theodore kitalált terv volt, vagy ne gondoljunk bele sokat. Jó, értem. És az ugrat, hogy tervezte azt ott, hogy olyan kis tempóval kis tempó, hát igazából meg lett volna, csak úgy közben beleakadtunk egy ilyen valami darunak a kis utcába. Ha egy kicsit jobbra ugratok, átérünk. De hát, ja, valahogy nem úgy jött ki a dolog. Szerintem a szúnyog csapat megborította. Ja, az az előttire gondolt, meg igazából nem tudtam, hogy mennyit kéne. Nem szoktam a tagra ugrálgatni. Szia Dorka. Szia Ger. Csak mindenkinek. Arra gondoltam a vizesre. Jó. Akkor a C4-ekről meséljenek, ezek honnan vannak? Barbecue Bob-tól. Barbecue Bob mennyiért vették? Hát... beszerzési ára $3000. Én hallottam olyat, hogy önök is árulnak ilyet. Ez valós? Ahogy is. Ez teljesen ami, és nem tudom kitől hall ilyen emlékségek, de ezt már sokan terjeszték, és nem is értem. Azt, hogy most nálunk van, és összeszedobáljuk, azt nem azt jelenti, hogy árulunk is. Lehet arra gondoltak, hogy nem tudom, elvették tőlünk, vagy valami. Én soha nem árultam még C4-et. Soha.
Hát az elég, elég problémás is lenne, hogyha árult volna, mert akkor hát nem biztos, hogy ilyen kis időre. Vagy hát nem... Hát én sosem hazudnék magának, Justin. Nagyobb időbe. Nem hazudna? De hogy én sosem hazudnék magának. Nem úgy néz ki pedig. Minden Günther is azt hiszi, hogy hazudok, de sosem szoktam egyébként, ritka nagyon. Most is teljesen őszinte vagyok. Teljesen őszinte. Ez így van, szóval az is alá tudja érni szerintem. Aláírom, igen. Jó, akkor Szontász, hogy került eddig ilyenbe bele? Nem tudom, milyen dolgai voltak, én még nem láttam őt így ilyen bűncselekményeskedni, csak... Hát én jó ember vagy, én most is csak pártizni indultam, mert azt mondta, Teodor, megyünk bulizni. Megyünk, aztán hát ez lett a vége, ahogy Teodor kiagyalta. A túszokat akkor honnan szerezték? Senki, hát kiírtuk Twitterre, hogy megy a pártibusz, ugye? És oda jöttek. És jöttek. Aha. Pontosan így van gyakorlatilag. Mikor lett ez ki? Hú, hát nem tudom. Megnézhetem a telefonom? Hívna. Üdvözlet, kihallgatok. Megvan a pénz, nálam van, mindjárt visszaadom. Jó, viszont. 19:00. Órakor, igen, pontosan. Ha most a pártibusz indul. Ez Polina? Nem. Ő gyevacska. Van valami orosz? Ja, igen, egyik új kurvánk. Tatjana, nem Tatjana, hogy hívják azt az orosz lubnyát? Nem tudom, rossz vagyok a nevekbe. Aha. Minek kellett az információ Lidl-ről? Minek kellett, mert fenyegető üzeneteket kapok napok óta, és attól tartok, hogy tőle, és ezért szükségem van az információ, és életben van-e vagy sem, mert minden nap leírnek, hogy meg fog dögleni, és készüljek arra, hogy a sötétbe lerőbújik az éjszakából, és elvágja a torka, miközben alszok. Milyen telefonszámról kapja ezeket a... Hát akkor megmondom magának. 103-345. Hát nézzék meg kollégák az MDT-be. Várjunk. 103 100 345. Nem, 103 345. 345. Ó. Oh. Megtalálták meg is. Aha, ez egy tíz éves úr. Úgy tűnik, nem még volt szülinapja, nem elég lett szülinapja. Már rosszálkodik. Tíz éves fenyeget. Igen. Tíz éves, igen. Egy tíz éves fenyegeti önt. Nem még lett tíz éves, igen. Így van. Ez rekordi. Jó, ez probléma. Mondjuk, nem biztos, hogy még mindegy. Jó, de telefonon keresztül nem tudja az ember azért. Főleg, ha csak üzenetetek küld. Ez vicces egyébként, hogy egy 10 éves felültette ön, és ettől elkapjuk, elfenekeljük. 10 éves. Hát azért nem ajánlom. Akkor nem adunk neki fagyit, ha kér. Hát az az járható. Ajaj. Jó. Nekem nincs más kérdésem, kollégány. Igazából semmi. Ezek után. Jó, egy pillanat, Gregory jöjjön. Kérem. Ó, bassz meg. Ó, bassz meg, nem jó. Ó, ez gond. Ezt úgy is hívhatjuk, hogy gond. Ó, shit. Kodálmas vagyok. Tíz éves. Most tényleg egy 10 éves fenyeget, és milyen emelnek a 10 évesek? Mondják már meg. Nem mondhatunk ilyen információt, sajnos. Azt sajnos nem mondhatunk. De ezért adtam egy túlsz maguk szerencsétlenek. Amúgy lehet, hogy utána kéne nézni, azt elvenni az anyjától, bezárni valami gyermekotthonba. Javítóintézetbe. Akkor annyi kérés lenne, hogyha ez a fenyeget alul, és feltételeg valós is lesz önök számára, akkor jelezzenek felénk, hogy ezzel a emberrel mit tudnak erről, kérem. Most egy 10 éves fenyeget? Hát így van, úgy tűnik. Így van, egyelőre így látszik, viszont ha nem így lenne,
akkor meg szeretném kérni, hogy informáljanak minket, hogy ki ez a személy. Mert minden az, hogy 10 éves úr, most valamit mondjam már többet, ezért adtam egy túlszerezitek. 2013, 11-20-án született. 2013-ban született, és ő fenyeget. Ilyeneket írt nekem elnézést, hogy nézést, csak felolvasom. Küldött egy képet magáról, ahogy áll az esőben, egy villámmal. Várjon, egy ilyen szőlőfej volt, a szőlőszem volt a fején. Nem tudom, annyit látok rajta, hogy kifejezetten magas, tehát nem 10 éves, és ki van gyúrva. Azt a képet valahogy. Elküldi nekem Magnum. Vagy nekem is, küldje. Ilyen szám a Justin. 101-945. Ugye, Darkroom-el szoktunk kommunikálni. Átküldöm magának. Ezt a képet küld. Most egy 10 éves ilyen képet küld. Most nézzék meg. Nem lehet, hogy Dirty Nerato elvette a gyerektől a telefont. Azon keresztül küldözget. Aha. Dirty Nerato most is ott volt velünk a túlsztrámán, úgyhogy nem hiszem. Gregory, ön látta? Ezt a villámosat? Azaz, igen. Ki tudja, hogy a gettóban milyen 10 évesek növekednek? Hát egyébként a gettóban. Egy első ránézésre feketének tűnik az úriember, aztán hát azokból semmi jót nem lehet kinézni. Hát meg ők azért elég nagyra nőnek, lássuk a... Be kéne zárniuk azt a gettót, nem? Hát úgy tényleg valami karantén alá kéne venni, hogy soha többet ne jöhessenek ide a szabad levegőnkre. Ezt azért támogatom, igen. Jó. Hozzá, nyomja a kaját. Akkor menjünk, szállítassuk át őket. Elfelejték a 20 000-et? Elég rossz pázban van. Rossz? Miért? Mi a baja? Kín egy új szakár önnek egyébként. Nem az, hogy új szakár, nem, hanem ilyen... Adjanak már meg ezekkel. Ráncos, Riki, egyszerűen nem tudom, elhanyagolta magát. Hát öregszem. Most nagyon jó öregszem. Hát Riki már nem olyan, mint régen, ilyen kírhet bűnöző, most már csak ilyen, hogy az is mondjam, nagypapa. Mostanában nagyon sok nő akaszkodott rá, és megőszült szegénynek ágya is. Olyan, mint egy nagypapa. Most mire gondolod? Kicsit beőszültem, igen, hát megőszült. De nem az, hanem így az öltözködés és stílusra. Jó, most azt mondta Murphy, ez még a Murphy tárgyalásáról van. És most fog eszélni a 20 ezer. Azóta nem öltözött át. Ez egész igénytelen ház volt. Éppen elkezdtek megjelenni, hogy a pöttyök megjelentek a fejéd. Hát nem néztük ki. Igazából. Meg hallottam, hogy valami vírus tört ki. Nem, igen, de legyőztük. Megmentették a világot, hogy köszönöm igen. Szépen. Szívesen. Kedves Murph barátja. Rohadjon meg. Ha megtalálja Murphöt, és hát idehozza megkötözve a rendőrségre, akkor esés utalom részesítjük. Akkor menjünk, azt keresjük meg. Murphöt adjuk át. Ja, igen. Menjünk. Mennyire ültetnek le minket, Justin, mit mond? Hát mivel terror cselekmény volt, ez egy terror 45. Terror cselekmény? Én nem láttam semmit. Ott fenyegezte, úgy fenyegetőzt. Jó, ez mondta akkor 35. És is jelentem semmit. Itt te oldal ötlete volt. Egyébként ilyen 55 lenne, mivel mondtak pár dolgot, így ezért megy lejjebb. Nem lehetne csak 10 perc, kapnak ingyen menüt. Biztos, hogy nem. Amióta megcsinálták a trooper menüt, azóta nem. Nem is szeretek ott tenni maguknál. Még nincsen kész a trooper menü, ne aggódjon. Azóta ezt hallgatom Cooper-től. Ó, magának lesz külön menüje. Ez jó drága lesz a trooper menü maguknak. Jó drága. Ó, hát én megcsináltattam a ranger menüt a másiknál. Másiknál? Miért nem csináltatja még nálunk? Ez valami belviszály önök között? Nem. Ez ilyen testvérviszály csak. Na jó, akkor legyen az, hogy... Le, rohadjanak meg. 40 meg 30. Így lesz. Ez lesz a végső szám. Jó van, gracias, señores. Jó, jöjjenek. Tényleg a Mexikai akarunk kevesebbet? Ez most rasszista volt. Annyira ne kövessék a kollégákat. Magnum legalább Made in America. De Magnum legalább Made in America. Mi érdekel az engem? Mondta, ez bevándorló. Az a zöld kártyája, szóltasz. Hogy ne lenne neki? Ott áll.
Ő volt az első, aki átúszott Kubába, de egyébként Miami-ban nem tudom, hogy tudták-e. Ez nem igaz. Hajóval jöttem. Csempész hajóval jöttem. Egyre jobban. Ezt nem mondta, ezt mondta. Ja, ezt nem mondtam. Teljes aktán van róla. Na, akkor ön 40-re menj. Válaszol egy szállát. Csodás. Ja, igen. Szép napot önnek. Na, menjünk megint a berébe. Tü-tü-tü-tü. Mit? Élet. Oh. Ja? Arra nézünk. Na melyik ők szeretné? Melyik ők szeretné örökre elütélni? Na, hát ez fasza. Nem sok amúgy, nem sok. Most már mostában nagyobb a börtönmüntet, és most már le lehet dolgozni a börtönbe az izéket. Most már le lehet dolgozni a börtönidőt. Na, Ratchet. Ilyen kis has Magnumnak. Azt hiszem, jól néz ki Magnum, hogy múltkori az kérdés, mert múltkor mennyit a 30-at, nem? Most ez 10 perccel több. Hát jó, mert a múltkorinál ott na, mit csináltam múltkor? Bár amúgy tényleg sok ahhoz képest sem, hogy most volt egy C4-ünk amúgy. Hát is 3. C4-jel fenyegettem a rendőröket, de amúgy összességében legutóbb meg mondjuk elraboltunk rendőrt, itt rendőrt, ott rendőrt, amott igazából mindenhol elraboltuk a rendőröket, szóval... Jó, még igen, a legutóbb ilyen, hogy tényleg valami dupla rendőr elrablás, meg T-vírus, meg minden, szóval... Amúgy lehet chat, ezt majd megcsinálom off-stream ezt a berit, aztán lehet chat, megcsinálom off-stream a berit és elmegyünk esefezni, mit szóltok? Nem az a legegyszerűbb. Jelenleg... Mert elég fáradt vagyok, azt most nem tudom, hogy mennyit akarok 30.